Képviselőasszony, az ön és a bizottság nevében értékelje az elmúlt esztendőt. Hát én úgy látom az elmúlt esztendőket, hogy az erőfeszítésnek azért meglett az eredménye, az nekifutás, hogy ugye az egészségügyi központ, amit ugye 2010-ben adtunk át, az azért jól zárta ezt az évet, kevesebb lett a veszteség. Nyilván a TVK pontokat olyan mérően fel tudtuk emeltetni, ami olyan bevételhez juttatta a járóbetegszolgáltatást, ami miatt kevesebbet kellett a városnak hozzátenni, meg azoknak a településeknek, akik a kistérségbe hozzájárulnak. A szociális szolgálatot felújítottuk, ugye azt mindenki tudja, a Kossuth utcai régi óvodahelyén. Lent a lejtősorit kibővítették, úgyhogy az is azért úgy összesen több mint 50 millióba került a városnak, ez teljesen önerőből állt a város. Néhány mondat erejéig térjünk vissza az egészségügyi központra. Ha jól értem, akkor a településnek van némi kintlevősége, akkor a kistérségi társulás három másik települése irányából. Így van, ezt jól látja, mert tavaly évben is mi pótoltuk a másik három település helyett, ugye azt az kötelezően befizetendő részt, amiből fenntartja magát a járóbetegszolgáltatás, és valószínűleg idén is ez lesz, szóval nem nagy a valószínűsége, hogy a többi település nagyon meg fogja erőltetni magát. Van ígéret, mindenki persze megígéri, hogy majd fizetek, és akkor hát sajnos nem. Még egy fontos kérdés, a szociális juttatások kérdése. Ez idén hogy fog alakulni, összehasonlítva az előző évivel? Hát nem bővítettünk, ugyanúgy 6 millió van rá, igyekszünk egyéb módon segíteni. Élelmiszerbankkal felvettük ugye a kapcsolatot, olyan 15 kiló élelmiszert átlagba ki tudtunk osztani, és hát azért tudtunk több mint 300 családon így segíteni. A másik ugye a fa, hát főleg erre a nagy hidegre való tekintettel most egy héten kétszer is osztottunk fát, vagyis hát úgy osztottunk, hogy jöhettek és dolgozhattak érte, és elvihették. De elmondom itt azért kiemeltem, mert nagyon sok lakossági bejelentés érkezett, hogy miért vágattuk mi ki a fát, és miért adjuk el, nem adjuk el a fát. Ezt a erdőgazdálkodó azért vághattak ki, mert betegek voltak ezek a fák, mindenképpen ki kellett volna vágni, és mi ezzel fizettünk, hogy ő a törzseket elvihesse. Nem fizettünk a munkáért, ami nem lett volna különben olcsó, ezért még ő telepít is. Most tavasszal elkezdi ugyanennek a 2,5 hektárnak a betelepítését.